Rock zenekar. Jó szórakozást kívánunk! Ez a dal.
fejben, hogy így jártál. Meddig lesz így, meddig még itt az életed, a tény körbe-körbe jár a két sok fájdaló elmúlt rég. Ez a szó, ez a tény, ez a nap. Egy-két ember hozzád már olyan közel állt, rájöttél akkor.
mozgó. Megjelenik benne egy szürke szamár, aki megtalálja benne a szürke szamarat, az majd a mellette állottól kap egy sört a bárban, jó? De figyeljük a szamarat, köszönöm szépen! Megtaláltam, hogy nem a szuper jó, lehet kérni és jött a beretőben állató.
neki nézzel, lelent állod, és kérdeződ, hogy korsan, hogy hozzon neki kis vagy 12-től. Na menjünk tovább, akkor még mindig, a saját szám következik, egy régi, majdnem 40 éves dal. Mindenkinek az életében vannak olyan nők, akik olyan különlegesek és soha visszanak érőek. Őket hívjuk Tündérlánynak, én egy dal egy Tündérlányról. Azonnal mindenki felismer, általában a szóló gitár vagy a szinti szokott klasszikus visszegetekítésnek a dalokat játszani. Ez van egy olyan dal, amit a bazus gitár kezdel, és aki ismeri a T-Mobile-nek a slágereit, azonnal felismeri. Ez mindenki ismeri, a klasszikus 3 forintos dal, vagy nem? Szépen!
Köszönjük, ez volt a két fontos dal. Megmutassam ezenek a tagjét, az utolsó dal következik. A doboknál Jónás Csabát hallhattátok. Nagy tapsot Csabának. A Szinti Boy, a billentyűnél Parádi Zoli. Baszkos gitár, Finna Csaba. Szóló gitár, Viczei Tibor. És az éneknél jó magam, Szabda Tibor voltam. Köszönjük szépen a lehetőséget a szervezőknek, köszönjük szépen a hangosítás Szécsi Norbinak, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Reméljük a sört elkértétek egymástól, aztán találkozunk majd a valahol a Móréknál. Köszönjük, hogy itt voltam a további szép estét, hajrá Vidor Fesztivál, hajrá Nyíregyháza! Az utolsó cigarettal szólj a végén! A fekete bárhoz.
Mindenkinek mindig, hogy kívánok. Köszönöm szépen.